Megkezdjük kutyás bemutatónkat. 1881-ben alakult a budapesti rendőrfőkapitányság, és 1920-tól már alkalmaztak szolgálati kutyákat. Ugye elsősorban a szolgálati állatok közül először a lovakat alkalmazták, majd a szolgálati kutyákat. Az első időszakban rendfenntartásra használták a kutyákat, méghozzá azért, mert ugye nagyon sok ember fél a kutyától, ezt használták fel, illetve később egy bizonyos képzés után már lehetett alkalmazni, célzottan küldeni, szóval irányítani az állatokat. Abban az időben bulikat, pumikat, komondorokat, kuvasokat használtak, alkalmaztak a rendőrök. Most egy érdekes fajtát látunk, egy border collit. Fanfannak hívják, fiú kutya, 7 éves. Ha jól megnézik, akkor látható lesz, hogy a szemei különböző színűek. A kutya nem közönvédelmi, hanem bűnügyi kutya. Ennek ellenére látjuk azt, hogy mind a szavakkal történő irányításban, mind a jelzésekkel történő irányításban követi a kutyavezetőt. A kutya egyébként kábítószerek detektálására alkalmas, erre kapta a kiképzését. Még 2 évig lesz szolgálatban, ekkor nyugdíjba fog menni. Közben azt látjuk, hogy a rendőr a testével irányítja a kutyát, hogy előfordul, hogy a összekulcsolt kezek most egy fegyvert tartanak, és egy olyan helyen van, ahol nem lehet vezényszavakat adni a kutyának, mert elárulná azt, hogy ott dolgozik a rendőr, ezért lehet a kutyát akár a testtel, a térdekkel is irányítani, és a kutya képes előre-hátra mozogni, vagy helyben maradni, és minden egyebet megcsinál, amit megtanított neki a kutyavezető. Azért is fontos, hogy legyenek ilyen kis testű kutyáink, mert vannak olyan helyek, nagyobb raktárak, ahol a különböző polcok, különböző felhalmozott áruk között nem tudnak elmenni a nagyobb testű kutyák. Így például néhány éve az egyik kollégánk az képzett egy Yorkshire Terriert is, aki nagyon eredményes volt az aktív éveiben. Egyébként most standard, hogy 9 évesen cselekedik, hogy mi mondjuk a szolgálati kutyákat. Sajnos a idegfeszültség, a különböző lefelugrálások, a különböző tereptárgyakra mind az üzleteinket, mind az üzleteinket ugye elhasználják. Amíg a kolléganom dolgozik, addig elmondanám, hogy az én szolgálati kutyám 15 éves és közülük szépen jól van. A német ruházoknál már elég ritka. Látjuk azt, hogy a kutya annyira megbízik a gazdájában, hogy feltétel nélkül megbízik, hogy tolat jelzésnek megfelelően, és természetesen a kutyát motiválni kell, a motivációs eszköz pedig ebben az esetben a labda. A kutya örül, hogy birtokolhatja a labdát. Amikor kutyákat válogatunk, akkor például odafigyelünk arra, ismét egy szakkifejezést mondok, hogy mennyire labdás a kutya, ugye ez aportként, jutalomként kapja mindig ezt a labdát. Tudni kell azt, hogy a kutya önálló gondolkodással rendelkezik, tehát adott esetben elvonhatja bármi a figyelmét, adott esetben felülbírálja csak figyelmetlenségből, hogy mit csinál a gazda utasítását, és elképzelhető, hogy nem azt hajtja végre. Ismét megkapta a labdát a kézmozdulatok utáni irányításra. BRFK nyomozókutya telepén egyébként jelenleg 35 szolgálati kutya van, 24 órában adnak szolgálatot a kutyásaink. Napi szinten nagyon sok a kábítószeres elfogás és házkutatás. Ugye erre 2 autó áll
rendelkezésre, és ha kell, akkor ugye behívják a készenlétben lévő kollégákat is. Sajnos a nagyvárosnak a rendszerváltás óta a nagyon markáns velejárója ugye a kábítószer. Látjuk, hogy mennyire képes megtartóztatni magát a kutya, amíg nem kapott vezérszót, addig a labdához nem érhet. És amikor a vezérszót megkapta, csak akkor vette el a labdát az orráról. Szolgálati kutyákat egyébként a társfegyveres testületek is alkalmaznak és képeznek. Lábos kollégáimnak vannak pénzkereső kutyáik, cigarettákereső kutyáik, sőt most azt hallottam, hogy külső memória elemezek megtalálására is tudnak kutyát képezni. Nyilván mindezt a házkutatásoknál, járműkutatásoknál használják fel. Egy pénzdarabot mutatott fel a kolléganőm, a pénzt azt eltette ott a betoncsíkra. Érdemes lesz figyelni, hogy a kutya, amikor megkeresi, akkor nem a szemével fogja keresni ezt a pénzt, hanem szaglással fogja keresni. Teljesen más a mozgása, mintha csak rá kéne nézni. Tehát egy ember csak oda sétált volna hozzá, ő pedig pásztáz, keres. Elvileg egy passzív jelzést fogunk várni tőle, ami azt jelenti, hogy lefekszik a kutya, és az orrával fogja mutatni, ha megtalálta. Ez nem egy egyperces TikTok videó, tehát a kutya keresés nyilván hosszabb idő, hogy megtalálja ezt a pénzdarabot. Új a szél és elviszi a szagot. Tovább tart, lepontosítani. Az is látható itt a fákból, hogy inog a szag, van egy kis szellő, és ilyenkor imbolyog a szag, tehát mozog a szag. És a régi vasmegyeiek tudják, hogy ő nem egy kántor. Megtalálta, megmutatta. Vannak kutyák, amelyek felugatnak, hogyha megtalálják. Ő passzív jelzésadásra van képezve, tehát ő az orrával mutatja kutyavezetőnek, hogy bizony ott van a szag. Mutat. Illetve a szagforrás. Szóval. Szerencsés, mert szolgálaton kívül ott lakik a gazdájánál. Az előbb kértem őt, hogy adjon hangot, ugye mondtam neki, hogy hangot. Van egy jelzésmódunk, amire szintén ugatni fog. Nem a standard gyakorlatot látjuk, ez a körmenni polgárőrök kedvéért tanulta csak meg ezt a szórakoztató mutatványt, de a kutyával mindent meg lehet tanítani. Köszönjük a tapsot! Kérem! Ő.
már most megyek. Tóth Tibor hazája, Csupati gazda, Csupati Kántor nevű nyomozó kutya gazdája. Ugye ő itt szolgált Szombathelyen, Vas megyébe. Kérem, nagyon-nagyon sok eredményes munkán vettek részt. 53-tól 64-ig szolgált a kutya, tehát 11 évet szolgált a rendőrségnél. Nyomkövető kutya volt, nagyon sok eredményes munkával. 539 bevetésből 237 darab eredményes munkájuk volt. A 11 év alatt körülbelül 78 ezer kilométert tettek meg nyomkövetve, ami szerintem nem egy kis teljesítmény. És általában mindig, amikor csináltak egy eredményes munkát, a főnökség behívta őket, megdicsérte őket, ők pedig mindig megkérdezték, hogy szabad-e örülni. Én megkérdezem, hogy tetszett-e a bemutató. Alezredes úr, szabad örülni? Nem szabad. A kutyát nyáron a szőre védi és hűti. Tehát nem szabad megírni a kutyát nyáron. Annak ellenére, hogy hosszú a szőre, mégis hűti. Persze.